Köszöntöm a kedves nézőket, önök a Péntektől Péntekig című polgármesteri interjút látják. Állandó házigazdánkat, dr. Puskás Tivadart, Szombathelyi megyejogúváros polgármesterét köszöntöm. Üdvözlöm a nézőket is. Szokás szerint az előző hétvége programjaival indulnánk. Segítő cserkészek nagyszerű rendezvényéről számolhatunk be, aztán a huszárok kerekévfordulós megemlékezéséről. Ez két dolog, akkor gyorsan beszéljünk róluk. Az egyik az 51. Síksárdor cserkészcsapat a 13. kelemen napi rendezvényt tartotta. Az Aranyhíd iskola volt a helyszíne ennek a rendezvénynek, a fogyatékkal élőkkel töltötték az egész napjukat a cserkészek, és hát különböző programokat hajtottak végre, illetve különböző programok voltak, amelyekkel aranyos, kedves történésekkel a fogyatékkal élők életét segítették. A másik, a Limanovai csatának a 100. évfordulója alkalmából egy emléktábla avatásra került sor a 11-es úszárúti laktanya parancsnoki főépületébe. Hende Csaba miniszter úr is részt vett a megemlékezésen, és elmondta, hogy a huszárság kialakulása, ez gyakorlatilag egy hungarikum, tehát ez a harcmodor, amikor a lóval együtt harcolnak a katonák, ez valamikor a honfoglaló magyaroknak a találmánya volt. Tehát ezt tudjuk mindannyian, hogy a menekülést színlelve, visszafordulva a nyilaikkal az ellenséget hát igyekeztek, aztán elég hosszú ideig sikerrel legyőzni, aztán ennek a harcmodornak is megtalálták az ellenszerét. A hét első munkanapja mindjárt egy közgyűléssel indult. Mely témaköröket emelné ki, polgármester úr? Először is azt emelném ki, hogy a hangulata, illetve a stílusa a közgyűlésnek egy kicsit megváltozott. Én úgy gondolom, hogy most már a munkára koncentrál mindenki, és politikai viták voltak, de kevesebb személyeskedés. Én ennek nagyon-nagyon örülök. Hát mit emelnék ki? Sok minden fontos dolog történt egyébként. Hát hadd mondjam én, hogy fontos dolog például az óvi foci pályázat keretében 9 óvodában egy ilyen sportolásra alkalmas kis pályákat alakítunk ki. Ezek közül 2 az idei esztendei pénzekből is talán megvalósulhat, majd erről kellett dönteni. Ezen kívül hadd mondjak olyat, hogy az aktív időskor program, amely az idei esztendőben indult és nagy sikert aratott a nyugdíjasok körébe, hát ez a jövő évben is folytatódik, nyilvánvalóan megfelelő pénzmennyiséget, megfelelő forrást kell biztosítani erre, hát ezt is megtettük. A keddi napon a Magyar Tudományos Akadémia helyi csoportja egy konferenciát tartott. Bejte András és Festetics Imre neve nem tudom mennyire közismert a város lakók körében, egyébként hát a tudósok körében igen, róluk szólt a rendezvény. Minden esetre magam, mikor utána néztem ezeknek a dolgoknak, meglepve tapasztaltam, hogy Festetics Imre, aki annak a Festetics Györgynek, aki kastélyépítő és Georgikon alapító volt Keszthelyen, az ő testvére volt. Ő volt az, aki a magyar irodalomban először leírta a genetika szót. Folytatódott még ezen a napon a reanimációs oktatás. Az újraélesztés oktatása ugye az 2012-ben kezdődött rendszer szerűen. Szombathelyen pillanatnyilag ott tartunk, hogy majd 22 000-en vettek részt az oktatásokban, sőt már lassan megindult az, hogy továbbképzéseken is van, aki részt vesz, illetve részt vesz.
részt vett. Most a Delphi-nek, a Delphi dolgozóinak képzése történt meg. Nagyon szerencsés a dolog, ugyanis a Delphi vezetői a program mögé álltak. Azt hallottam csöndesen, hogy az amerikai Facebook oldalra is föltették egyébként a Delphi munkatársai ezt az itteni képzést, úgyhogy hát mindenképpen örülök neki, hogy a szemléletet, a segítés szemléletét azt tovább tudjuk adni sok mindenfele. Kedden ünnepelte negyedszázados fennállását a Vasi Vendéglősök klubja. 1989. december 13-án alakult meg, illetve alakult újjá a Vasi Vendéglősök klubja. Valamikor 1910-ben a vasi fogadósok és vendéglősök alakítottak egy egyletet. Alapjában véve az önkormányzatnak köze volt akkor is hozzá, ugyanis az önkormányzat nem engedte az éjszakai vagy esti nyitvatartást, és hát ezért fogtak össze a vendéglősök, hogy hát érdekérvényesítő képességük nagyobb legyen. Ez volt az 1910-ben alakult egyletnek a megalakulásának az oka. Az 1989-ben alakult klub, ez egy ilyen angol típusú klubként indult, tehát csak férfiak voltak a tagjai. Nyilvánvalóan az a fő üzenet, hogy egy város, egy társadalom akkor tud igazában élni, erősödni, hogyha a civil szervezetei erősek. Tehát vannak olyan csoportok, akik a tevékenységükben megtalálják azokat a közös pontokat, amelyekkel ők érdekérvényesítő tevékenységet folytathatnak, eszmét cserélhetnek a saját foglalkozásukról, a hivatásukról beszélhetnek, tehát az emberek közötti verbális kapcsolat is, személyes kapcsolat is létrejön. A szerdai nap híre volt, lemondott dr. Gál Róbert, szombathelyi edzője. November 20-án csütörtökön egy telefonos adatkérés kísérletéről szereztem tudomást. A kísérletet természetesen leállítottam, vizsgálatot rendeltem el a szerdai napon, most a szerdai napon jegyző úr pedig lemondott jegyzői megbízatásáról. A héten két nagyháborús emlékével kapcsolatos program is zajlott Szombathelyen. Kezdjük a szerdai egyházmegyei kollégiumi eseménnyel. A nagyháborús emlékév rendezvényeinek sorában az egyházmegyei kollégiumban került sor egy kiállítás megnyitására. A kiállítás a Szombathelyi Egyházmegye hátlátogatásairól szóló beszámolót tartalmazta. Ezek a látogatások az első világháborúban Mikes János püspök vezérletével és vezetésével történtek. Az orosz fronton is, meg az olasz fronton is meglátogatta a katonákat Mikes János püspök úr. Az emlékével kapcsolatosan iskolai vetélkedő döntőjére került sor a Toborzó irodán. Ez a következő nap volt, a Toborzó irodán tartotta az utolsó előtti 25. rendezvényét, a nagyháborús emlékév rendezvénysorozat. Szóval ez úgy gondolom a 100 éves évfordulóra megfelelően emlékeztünk itt Vas megyében is, megfelelően emlékeztünk arra a világeseményre, amely a világ, illetve Magyarország sorsát messze menően meghatározta, a 20. századot, a 20. századi magyarság történetét, a magyarság történelmét meghatározta. Feladatunk az, hogy a fiatalok is tudják meg, hogy milyen
a magyar történelem, mik, milyen értékek és milyen kudarcok vannak a magyar történelemben, és emlékezzenek azokra a katonákra, akik a magyar hazáért, a magyar, magyarságért estek el, mert függetlenül attól, hogy milyen eszmét szolgáltak, függetlenül attól, hogy milyen nemzethez tartoztak, a katonák, akik parancsot hajtanak végre, akik a saját népük érdekében teszik ezt, mindenképpen hősök. Tehát ezt mindenképpen a fiataloknak is meg kell tanulni. És erre nagyon jó alkalom volt ez a vetélkedő. Minden településnek fontos feladata a tehetséges fiatal generációk ösztöndíjjal való elismerése, így van ez Szombathelyen is, és ugyanezt a célt szolgálja a Petsz Gyula ösztöndíj. Petsz Gyula egy építészmérnök volt, aki szegény emberként kezdte az életét, és Zuleiger volt, tehát ilyen hát segédmunkásnak hívják ma az építőiparban. Tehát Zuleigerként kezdte, és építő és vezető mérnökként fejezte be a munkásságát. Az volt a hagyatékának a lényege, hogy 20 éven keresztül minden esztendőben legyen 10 általános iskolás és 10 középiskolás gyerek, tanuló, aki az ösztöndíjban részesül. Ennek az ösztöndíjnak a nagysága, ez 62.500 forint. A pénz úgy áll össze, hogy Szombathely megyei jogú város 20 éven keresztül évente 1-1 millió forintot ad erre a célra, és a PEC hagyatékból pedig minden esztendőben 250.000 forint jut erre a célra. Tehát így van meg a forrás, és minden évben 10 általános iskolás és 10 középiskolás tanuló kapja meg az ösztöndíjat. Olyanok kaphatják meg az ösztöndíjat, akik tanulmányi eredményeik alapján erre érdemesek, és a szociális helyzetük miatt pedig rászorulók. Az iskolai igazgatók azok, akik a pályázó gyerekek közül az arra érdemesülteket kiválasztják. Elindult a Művelődési és Sportház átalakítása, felújítása, egy lakossági fórumra is sor kerül. A lakossági fórumnak részben az a szerepe, hogy a leendő épületet és a környéket megismerjük a tervekben, részben pedig az a szerepe, hogy a munka kivitelezése során előforduló úgynevezett kellemetlenségeket, ugye hát érzékeljük meg, csökkentsük. Ezekről is szó volt arról, hogy nagyon hangosak időnként az építők, akik megígérték, hogy igyekeznek csöndesebben dolgozni, de hát olyanok is napvilágra kerültek, hogy az ott lévő fórum tagok, a lakosság tagjai között voltak olyanok, akik az eredeti, tehát 50 évvel ezelőtti első építkezésnek a munkálataiban részt vettek, sőt, hát az első kapavágást vagy csákányvágást megtevő szombathelyi polgártársunk is előkerült. Arról volt szó, hogy az átadó ünnepségen mindenképpen ő is jelen lesz. Polgármester úr, köszönöm szépen a beszámolót. Köszönöm szépen a nézőknek a figyelmet. Kedves nézőink, Önök a Péntektől Péntekig című polgármesteri interjút látták. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!